daloktól volt hangos a Szekszárdi Íj és Gyula városi könyvtár udvara a szombati családi délelőttön a 93. ünnepi könyvhét alkalmából. Ez az egyedülálló magyar kulturális rendezvénysorozat évről évre töretlen sikernek és népszerűségnek örvend országszerte. Az első ünnepi könyvhetet 1929. május 12. és május 20-a között tartották meg. Szekszárdon az érdeklődőket számos program várta, úgy, mint az aktuális könyvújdonságok bemutatása, kulturális programok, író-olvasó találkozók és koncert is. Természetesen a mi célunk az, hogy eljöjjenek hozzánk, mindenféle programok, a különböző programokat is ezért szervezzük, tehát célunk az olvasás népszerűsítése, és természetesen a könyvtár népszerűsítése is. A megyei könyvtár és a gyermekkönyvtár látogatottsága az évek alatt nem csökkent, sokan még ma is fontosnak tartják az olvasást, sőt a gyermekeiknek is átadják ezt a szemléletet. A gyermekkönyvtárban évközben is rendszeresen szerveznek programokat, ezzel is népszerűsítve a gyerekek körében az olvasás hasznosságát. Mi magunk a gyerekkönyvtárosok is tartunk foglalkozásokat, és természetesen, ha lehetőségünk van rá, akkor szervezünk programokat, tehát előadásokat, kézműves programokat, de hirdetünk olvasó versenyeket is, úgyhogy igyekszünk sokféle módon megszólítani a gyerekeket. Idén az országos rendezvénysorozatot június 9-e és 12-e között tartották meg.